Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégen Dobri Dániel, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar rezident zeneszerzője, kortárs művészeti vezetője. Szervusz, örülök, hogy találkoztunk. Szia Lajos, én is örülök. Egy kicsit idézzük fel az első találkozásunkat, még annak idején anno a Kortárs Művészeti Fesztivál nagy népszerűségnek örvendett Fehérváron, és mi magunk is ott voltunk, természetesen végigkísértük ezt az eseményt, és én akkor ott tanulja voltam egy fantasztikus koncertnek, ami nem volt más, mint a Dobri Dán. Nagy Petivel, és fantasztikus zene, remek szövegek, mint később megtudtam, illetve hát már akkor tudtam nyilvánvaló, hogy Bereményi Gézának is köszönhetően egy egészen kivételes zenei élményben volt részünk. Pedig akkor már, de azt kevesen tudtuk, hogy a Vörösmarty Színházban is dolgozol, hiszen 2012 óta itt vagy velünk Székesfehérváron. Erről fogunk beszélgetni, illetve a szerepvállalásodról az Alba Regia Szimfonikus Zenekarban, ugyanakkor egy kicsit evezz a mélyre szlogen mentén ismerkedjünk meg a kezdetekkel. Hiszen színházi zeneszerzőként ismerünk, de hogy valaki eljusson egy olyan szintre, amit te képviselsz, nyilván nagyon fontos az indítatás. Menjünk ezzel a Egerszegre. Nálam nem egy szokványos útja volt ennek a zeneszerzői pályának, nagyon pontosan elővezetted. Zalaegerszegen nőttem fel, Zalaegerszegen jártam iskolába, ott voltam középiskolás is, és hát Zalaegerszegen az ottani színház, a Hevesi Sándor Színház volt akkoriban a városnak a legfontosabb kulturális bázisa, a legfontosabb kulturális központja. Jártunk színházba, gyerekkorom óta volt bérletem, az egész családomnak volt bérlete. Én a Rusz Józsefnek már csak egy előadását láttam, az Ember tragédiáját, de mégis volt egy Ruszt kultusz, egy Ruszt hagyomány Zalaegerszegen. Ruszton nőtt fel az egész város színházi értelemben. Tehát végülis a Ruszt nem csak egy rendezője volt, meg egy vezetője volt annak a színháznak, meg nem csak alapítója volt, hanem egy komoly kultúra szervező erő volt az egész városban, aminek a hatása, meg a befolyása azt gondolom, hogy még ma is él Zalaegerszegen, és közvetve nálam is megjelent. Tehát egy nagyon-nagyon erős színházi közeg volt. Ebben a színházban a Bagó Bertalan volt a művészeti vezető, bocsánat, ő volt a főrendező, aki azóta most már 8-9 éve itt Fehérváron művészeti vezető, és a Bereményi Géza volt az ő vezető társa. Tehát ők vitték ketten a művészeti életet, a színházi életet Zalaegerszegen. Én pedig ekkor voltam középiskolás, és nekem volt egy jazz zenekarom. Ez a Pertu Jazz Group. Így van, nagyon jól tudod, igen. Ez egy középiskolás jazz zenekar volt. Azóta már a zenekar egyik fele profi zenésszé vált, a másik feléből pedig kémikus lett, vagy gépészmérnök, vagy más területeken helyezkedtek el, de alapvetően mi ezt a zenekart azért hoztuk létre, hogy azt csináljuk, amit szeretünk, azt a zenét játsszuk, amit szeretünk, ami történetesen nálunk 14 éves korunkban nem a garázs rock volt, de nem is a komoly zene, tehát nekem az később jött, hanem ilyen jazzmániások voltunk. Hogy kerültél kapcsolatba a Bagó Bercivel és Bereményi Gézával? Úgy, hogy ennek szintén most már fehérvári kötődése van, még egy embernek, aki ebben a csapatban nagyon fontos szerepet játszott, a Kricsár Kamil, aki akkor Zalaegerszegen volt, szintén színész, ott kezdte a pályáját, és 10 évig Zalaegerszegen volt. Ő egyszer letévedt a helyi Jazz Café nevű klubba, kocsmába, jazz klubba, ahol nekünk minden héten volt legalább egy fix esténk, egy péntekünk, ahol mi egy
11-12 fős fúvósokkal, fúvósokat is foglalkoztató jazzzenekarral játszottunk, ez egy pici pince volt, akkor meg lehetett benn dohányozni, tehát vágni lehetett a dohányfüstöt, és oda jártak a tehát, hogy ez nem egy ilyen komolykodó, ilyen értelmesen néző, értelmiségieskedő jazzklub volt, hanem ott bizony táncoltak egész este korunkbeliek. Tehát oda jártak a középiskolások csajozni, sörözni, bulizni. Tehát egy nagyon-nagyon jó közösségi élet volt, ami elterjedt nagyon-nagyon gyorsan a városban, és hát a Kamilék is letévedtek ide, és a Kamil meghívott minket. A színháznak volt valamilyen évfordulója, és meghívta a zenekart, hogy játszunk ezen az évfordulón egy ilyen gála koncertet, meg egy bulit csináljunk a helyi színészklubba. És hát ez találkozott, ez a két kulturális közeg végül is a városban, a színház, meg a mi kis zenekarunk, és innentől töretlen. Tehát becsapott rád a színházi közeg mindenképpen. Igen. De mindössze 18 esztendős voltál, és ugye már elkezdtél zenét szerezni a színháznak. Hogy jött a felkérés? Hát amikor mi találkoztunk a Berciékkel, illetve a Nagy Petivel is ekkor találkoztunk, a Kamillal, a Nagy Peti szintén ugye itt színész évek óta Fehérváron. Én 14 éves vagy 15 éves voltam, amikor találkoztunk, és akkor csináltunk ilyen-olyan projekteket, zenekaros projekteket közösen. Aztán én 18 éves korom után elkerültem Budapestre, a konzervatóriumba, akkor egy jazzgitár szakra, és hát akkor volt egy vezetőváltás Zalaegerszegen, és a Berciék is, Bereményi Gézáék és az egész csapat végül is elkerült Zalaegerszegről, és egy ilyen útkeresés kezdődött, meg szabadúszás ennél az egész társaságnál, és akkor hívott először engem a Berci zenét szerezni, meg kisebb munkákra, és hát az első komolyabb színpadi zeneszerzői munkám az pedig Fehérvárhoz kötődik már. És számtalan, hogy fogadtad a meghívást, az invitálást ide Fehérvárra? Hiszen azért egy zalaegerszegi srác, akit persze megjárt a Pestet, és utána rengeteg külföldi utad is volt, számtalan országban dolgoztál, majd erről is szó esik nyilvánvaló, de azért ez egy teljes váltás mindenképpen. Bíztál abban, hogy egy olyan társulat jön, illetve olyan feladatok találnak meg, amelyek előre visznek? A színházi kapcsolódásra gondolsz? Az nekem egy ugyanolyan tényleg nagy váltás, meg furcsa helyzet volt az életemben, mint most is. Tehát ez volt 2012-ben, és akkor engem a konzervatóriumban nem vettek fel a jazzgitár szakra az egyetemre. És az egy óriási nagy csalódás volt az én életemben. És akkor azt gondoltam, hogy hát össze fog dőlni a világ, és hogy nekem most egyáltalán nem úgy fog alakulni az életem, ahogy én azt elképzeltem magamnak előtte évekig, meg ahogy én azt terveztem. És akkor hívott a Berci, hogy ő rendezi a Bizánc című Herceg Ferenc drámát itt Székesfehérváron. Akkor lett a Szikora János igazgató, és akkor én kaptam egy lehetőséget, hogy írjak egy színpadi zenét ehhez a darabhoz. És számtalan követte. Hiszen, ha csak kivonatosan mondom, Rómeó és Júlia, Bűn és bűnhődés az elmúlt időszakból, az Ember tragédiája 2, a Vágy nevű villamos, Kartonpapa, Figaro házassága, Herner Ferike Fatelja, Szutyok, és nem feledkezhetünk meg a legutóbbi év óriási sikeréről, a Chicagóról mindenképpen, hiszen nem csak zeneszerzőként, hanem karmesterként is közreműködtél számtalan darabban, tehát megtaláltad a helyet. De mennyire fontos volt neked, hogy zeneszerzőként is bemutatkozz, hiszen időközben elkezdted a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetemen a zeneszerzés szakot. Igen, én
Tehát ezekből a munkákból, amiket felsoroltál, ezt nem tudom, hogy a Lír királyt mondtad. Nem mondtam, bocsánat. De ilyen hosszú az nekem az volt a legfontosabb, mondjuk talán szakmailag, így az elején. Ja, Cserhalmi György miatt. Nem csak a Cserhalmi Gyuri miatt, hanem hát a Ruf Tamással is ott ismerkedtünk meg, akkori helyőrségi zenekar, katonazenekar vezetőjével, illetve ez tényleg egy nagyszabású, nagyon-nagyon komoly munka volt nekem zeneileg is. Hát én nagyon-nagyon sokat tanultam ezekből a munkákból, színpadról és színpadi dramaturgiáról, és én próbálom a koncertzenei tevékenységemet is ezek szerint, a gondolatok szerint művelni. Tehát én alapvetően én egy színpadi vagy zenedramaturgiában gondolkozó szerző vagyok, és nekem volt 10 kemény évem arra, hogy megtanuljam a dramaturgiát, azokat a drámai folyamatokat, azokat a dramaturgiai folyamatokat, amiknek ugyanúgy élniük kell egy instrumentális, szimfonikus zenekari műben, mint egy Shakespeare drámában. Gyakor, te említed Fekete Gyulát és Thaler Zsófiát, az Edemüzeti Egyetemen a tanáraidat. Tőlük, mint mesterektől mit lehetett elsajátítani, megtanulni, amit tovább viszel? Pontosan ugyanazt, amit a Bagó Bercitől, illetve a Bereményi Gézától, csak egy másik szemszögből, egy másik oldalról, egy zenei aspektusból. A Thaler Zsófia most hát egy hónapja hunyt el, ő a doktori témavezetőm is volt a Színművészeti Egyetemen. Hát azt gondolom, hogy ő az a magyar szerző, az utóbbi évtizedeknek az a magyar zeneszerzője, aki a legtöbbet tud a színpadról és a színpadi dramaturgiáról és a zenedramaturgiáról. Tehát nagyon, nagyon komoly opera szerző és színpadi szerző is, amellett, hogy a koncertzené is híresek és jók, de tőle a színpadi és a zenedramaturgiai folyamatokról nagyon-nagyon sokat tanultam. És a Fekete Gyula is szintén alapvetően egy színpadi beállítottságú szerző, de ő tőle meg a... Hát ő, végül is tőle is azt tanultam, hogy a legfontosabb, hogy ezt így össze szeretném foglalni nagyon röviden, hogy mindig tiszta legyen, hogy mi az iránya egy darabnak, hogy mi az a zenei gondolat. Tehát az elkötelezettség a kortárs klasszikus zene mellett nyilvánvaló, hogy nagyon fontos, ami egyébként új utakat nyitott neked, hiszen itt beszélgettünk már a külföldi szerepvállalásaidról. Egy kicsit mélyüljünk el ebben, mert azt hiszem, hogy ez mindannyiunk számára példa arra, hogy egy tehetség, aki emellett elkötelezett és hajlandó tanulni és oda tenni magát, az mi mindent érhet el. Menjünk el mondjuk Rómába. Jaj, jó, sajnos már most már több mint másfél éve, vagy majdnem másfél éve nem voltam ott, úgyhogy gondolatban legalább menjünk vissza. Én Rómába először munka kapcsán a Zeneakadémiának a második évében jutottam el egy ösztöndíjjal, egy szakmai gyakorlatot töltöttem a Római Santa Cecilia konzervatóriumban és a Római Magyar Akadémián is. Akkor egy nyarat töltöttünk ott Jókai Ágival, aki azóta már a feleségem lett, színésznő, és vele csináltunk egy előadást Rómában, illetve koncerteztünk Róma szerte és Róma környéki városokban. Tehát adtunk koncertet például dalaimból és darabjaimból a Piazza Navona-nak a leggyönyörűbb koncerttermében Róma közepén, a Palazzo Braschi-nak az első emeletén, ahonnét be lehet látni a városnak a szívét, de játszottunk Palestrinában, Palestrinának a szülőházában,
többek között, vagy játszottunk Tivoliban, ahol pedig ugye Liszt Ferenc töltött nagyon jelentős éveket a Deszte családnál. Tehát nagyon-nagyon komoly helyeken koncerteztünk azon a nyáron, és hát ez annyira jól sült el, ez a nyár így szakmai szempontból nekem, hogy kialakult egy nagyon jó kapcsolat a Római Magyar Akadémiával. Akkor a Római Magyar Akadémiának az igazgatója Puskás István volt, és kialakult több nagyon-nagyon közeli kapcsolat, például Herzog Jánossal és feleségével, akik a Santa Cecilián tanítanak, zenetudósok, aztán délebre Giovanna D'Amatóval, aki a Potenzai konzervatóriumnak a kamarazene tanára, és egymás után jöttek ezek a kapcsolatok, és hát már úgy alakult, hogy én a Covid előtti 2-3 évben én így Budapest, Székesfehérvár és Róma között ingáztam, így minden hónapban mondjuk voltam egy-két-három hetet Rómában valamilyen munka kapcsán, és hát alapvetően ez nekem a nem is feltétlenül a zenei szemléletemet változtatta meg, hanem ugye az egész közeghez való hozzáállásomat változtatta meg. Zeneileg is sokat tanultam, de valahogy a munkához való hozzáállásnak a lazaságát, de közben megfelelő komolyságát sikerült nekem ott megtanulnom. Tehát, hogy valahogy nekem az így lelazította a munkához tehát való. Tehát át tudtad emelni a színházi munkádba? Abszolút. Mindenképpen. Színházi, meg a koncertzenei munkába is. És a koncertzenei munkába is. Nagyon fontosak a többi állomások is nyilvánvaló, tehát Románia, Szlovákia, Németország. De én azt gondolom, hogy a kortárs zene megerősítése és az az elkötelezettség az nagyon fontos volt, amikor Ruf Tamás megkeresett. Ez hogy történt? Ugye arról beszéltél már, hogy mikor ismerkedtetek meg és hogyan. Hogy fogadtad ezt a felkérést? Hiszen ez egy nagyon komoly dolog, ugye tudjuk, hogy az Alba Regia Szimfonikus Zenekar immáron kiemelt minősítésű, és a vezetőváltás, illetve a pályázat során értelemszerűen, ahogy Ruf Tamás már elmondta itt, olyan fiatalokra számított Dobszai Péter és a te személyedben, akik elkötelezettek egyik oldalról, tehát szakmailag kifogástalanok. Ez az egyik feladat, a másik pedig mindenképpen az, hogy a kortárs zenét, ami eltávolodott ma már a mai zeneértő, klasszikus zeneértő közönségtől, egy kicsit visszahozzátok a köztudatba. Igen. De amikor a Tamás engem felhívott ezzel a gondolattal, talán nem akarok hülyeséget mondani, vagy december végén, vagy január elején, és elmesélt a terveit a pályázattal kapcsolatban, akkor letettük a telefont, beszéltünk egy órát, és én azt éreztem, hogy Úristen, most a Tamás megfogalmazta az én vágyaimat. Tehát amit én nem tudtam előtte megfogalmazni, hogy én pontosan most mit akarok az életemben, azt a Tamás nekem megfogalmazta ezzel az ötlettel és ezzel a gondolattal, hogy mit szólnék, hogyha belevágnánk egy pályázatba, és összefoglalnánk a közös gondolatainkat a zenéről, illetve egy zenekarnak a vezetéséről. Mivel nekem ekkor is ugyanúgy, mint a már említett Bizánc bemutató előtt, végül is egy ilyen váltáshelyzet volt az életemben. Én azt éreztem már az elmúlt 1-2-3 évben, hogy nekem muszáj váltanom. Tehát nekem muszáj közeget váltanom valamilyen szinten. Rengeteg zenei ötletem van, mind darab írásra vonatkozóan, mind pedig a zenei életnek a szervezésére vonatkozóan. Rengeteg sok gondolat felgyülem lett bennem, hogy én mit csinálnék másképp, mint ahogy általában ezt szokták csinálni.
Viszont kerestem ennek a közegét, hogy lehet megtalálni. A mesterszak segített ebben, hogy azokat az utakat megtaláld, amit önmagadnak kitaláltál? A gondolatnak a kialakításában segített, illetve a nemzetköziségben nagyon sokat segített. Tehát nekem a Zeneakadémia azon kívül, hogy ott alapvetően megtanultuk az ellenpontot, megtanultunk klasszikus stílusgyakorlatokat írni, megtanultunk hangszerelni, tehát rengeteg nagyon sok kézzelfogható mesterségbeli tudást felszedtünk, azért nekem emellett nagyon-nagyon szélesre tárta a látószögemet. Tehát az a helyzet, hogy azért azt kell tudni a Zeneakadémiáról, és különösen a zeneszerzés szakról, és ez különösen a Fekete Gyulának is köszönhető, illetve az egyetem nagy-nagy hagyományának, Liszt Kodályon át Kurták Györgyig, és tovább, hogy ez egy nagyon-nagyon nemzetközi iskola, és mi minden héten találkoztunk személyesen világsztárokkal, szerzőkkel, vendégtanárokkal, akik jöttek a világ különböző pontjairól hozzánk egy-egy mesterkurzus vagy személyes órát tartani, illetve mi is nagyon sokat utaztunk, tehát nekem a Zeneakadémiás évek alatt játszották darabomat Reykjavikban, de voltam sokat Pozsonyban, tényleg Rómában, Olaszországban, tehát így kialakult egy ilyen képem arról, hogy ezt, tehát hogy hogyan lehet ezt az egész kortárzenét csinálni a világ különböző pontjain, hol jobban, hol kevésbé jól. Ez megjelenik majd a koncepciódban? Abszolút. Az Alvarégia Szimfonikus Zenekar? Hogy fogadta ezt az elképzelés sort Ruf Tamás? Hiszen nyilvánvaló, hogy össze kellett, hogy dolgozzatok, hogy egy egységes pályázat jöhessen létre. De Tamás nagyon nyitott volt ezekre az ötletekre, mivel azt gondolom, hogy ez azért mindenképpen egy unikum. Tehát az, hogy egy szimfonikus zenekarnak van egy kortárs zenei műhelye, vagy kortárs zenei centruma, ez nem csak, hogy Magyarországon, hanem ez Nyugat-Európában is Magyarországnál sokkal, de sokkal gazdagabb országokban is egy kiváltságos dolog. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon különleges dolog, nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy egy ilyen lehetősége van egy zeneszerzőnek, meg egy közösségnek. Tehát amikor elvállaltad a felkérést, akkor már nyilvánvaló, hogy előre gondolkodtál. Ennek tükrében mi vár ránk? Hiszen az Alvarégia Szimfonikus Zenekar szintet lépett az elmúlt időszakban, és nyilván ezt folytatni kell, amellett, hogy a kortárs zenét pedig szeretnétek újra meghonosítani. Nekem a fő mániám vagy szenvedélyem ebben az egész kortárs zene kérdésben a kommunikáció. Tehát azt gondolom, hogy amellett, hogy én majd megpróbálok a tudásom szerint a lehető legjobb darabokat írni a zenekarnak, és magamon kívül a lehető legsokoldalúbb, meg legizgalmasabb szerzőknek a darabjait idehozni, legalább ennyire fontos az én szerepem a kommunikáció területén. Én elsősorban, tudom, hogy egy nagyon nehéz feladat lesz, de én elsősorban a fiatalokkal szeretnék egy személyes kapcsolatot kialakítani. Főleg azt hiszem, hogy a középiskolás korosztály lehet az elsődleges cél ebben. Én szeretnék velük beszélgetni, szeretnék a fehérvári középiskolásokkal akár ilyen módon, mint ahogy mi most beszélgetünk egymással, tehát egy ilyen csatornán keresztül, akár egy online csatornán keresztül, illetve személyesen is, én szeretném őket megszólítani, és szeretnék nekik mesélni arról, hogy ettől az egész világtól, meg ettől az egész kortárs közegtől ettől nem kell félni, ez nem egy elitizált valami, nem kell magát az embernek butának éreznie, hogyha ezt nem érti, mivel ezt elsősorban nem érteni, hanem érezni kell, illetve beszélgetni kell róla. Tehát ennek az egész közegnek, és ez szerintem minden kortárs művészetre igaz, de végül is a klasszikus zenére is igaz, csak ott egy már jobban ismert
zenei rendszerekkel van dolgunk, hogy elsősorban az a fontos, hogy merjenek kérdezni az emberek erről az egész közegről, és beszélgessünk, merjünk beszélgetni erről. Úgyhogy nagyon fontos lenne olyan koncerteket szervezni, amikhez beszélgetések kapcsolódnak a darabokról, esetlegesen beszélgetések a szerzőkkel, illetve beszélgetések a fehérvári fiatalokkal arról, hogy mit is jelent nekik a kortárs zene, vagy a komoly zene, vagy a klasszikus zene, milyen gondolatokat indít be bennük, miben segíti őket, mi az, ami frusztrálja őket ebben, mi az, ami érthetetlen számukra ebben. Tehát nem ciki azt mondani valamire, amilyen akadémikus körökben nagyon elfogadott meg elismert, nem ciki azt mondani arra, hogy ne haragudj, de ezt nem értem. Nekem tehát ebben az új időszakban a kortárs és a kortárs klasszikus kézenfogva jár. Ez egy rendkívül komoly felelősség. Hogy kezdtétek a munkát? Ugye tudom, hogy elkezdődött már a munka. Ti hárman összedugtátok a fejeteket, de hogy fogadja ezt majd a zenekar? Miként látod, sikerült-e velük is ezt az elképzeléssort tisztázni? Azt gondolom, hogy a pályázat menete során az kiderült, hogy a zenekarnak bizalma van a mi elképzeléseinkkel szemben. Most az utóbbi hetekben kezdtük meg az érdemi munkát, ami egyelőre ott tart, hogy most is miután végzünk, én megyek be a zenekarnak a központjába, és hát estig ülni fogunk a Ruf Tamással és a Dobszai Péter vezető karmesterrel, és rakjuk össze a művészeti koncepciót, és ez most már így megy egy ideje. És nincs kétségem felőle, így lesz ez még sokáig. Reméljük. Most hát én ehhez kívánok jó munkát, kitartást természetesen, a minden székesfehérvári zenebarát nevében, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és hajrá, várjuk az első koncertet. Én köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. A fehérvári beszélgetések vendége Dobri Dániel volt, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar intendánsa, zenei intendánsa, kortárs művészeti vezetője. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!